Ma éjszaka arra a rendkívüli eseményre emlékezünk, amikor Jézus Krisztus születésekor az ég és a föld összeért, és az ő személyében egyenes utunk nyílt az Istenhez, fogalmazott homiliája elején Ternyák Csaba érsek az Egri Bazilikában karácsony éjjelén. Isten saját fiát küldte el hozzánk, hogy ledöntse az ég és a föld közötti válaszfalat, tette ezt alázattal, egyszerűséggel. A mai éjszakán erre csodálkozunk rá, amikor a jászolban fekvő kisdedet szemléljük, fogalmazott a főpásztor. Lealacsonyította, kicsinnyé, kiszolgáltatottá tette magát. Levetette saját nagyságát, ami miatt esetleg félnénk tőle, és partnerünké lett. Egy lett közülünk. Igen, Jézus Krisztus Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amihez föltétlenül ragaszkodnia kell. Inkább szolgai alakot öltött, és hasonló lett az emberekhez. Nem hatalommal jött. Isteni mi voltát elrejtette előlünk. Csecsemőként jött el közénk, úgy született, mint minden más ember. Nem csak, hogy félelmet nem keltett, hanem éppen ellenkezőleg. Kiszolgáltatottá tette, kezünkre adta magát, mert megbízott bennünk. Ternyák érsek rámutatott, olyan gyermek született ma nekünk, aki nem csak Szűz Máriának és Mária őseinek vonásait hordozza magán, hanem az örök atya arcvonásait is. Karácsony, Krisztus születésnapja egy minden évben megújuló öröm forrása, mert magával hozza a szeretet új lendületét és feltölti lelki erőforrásainkat. A betlehemi gyermek tekintete számunkra egy tiszta tükör lehet, amelyben legszebb, legtisztább önmagunkat láthatjuk meg. Ternyák érsek kiemelte beszédében, a kis Jézus képét már soha nem lehet kitörölni az emberiség emlékezetéből, még a legnagyobb szörnyűségek sem képesek rá. A fagyoskodó ukrán testvéreinkben és minden kivezényelt katonában ugyanúgy ott él az ő képe. Isten legfőbb szándéka az, hogy minket megsebzett embereket egyszer ugyanolyan ártatlanoknak láthasson, mint amilyen ez a karácsonyi gyermek. Ő azért jött közénk és halt meg értünk bűnösökért, hogy ezzel az eredeti ártatlanságunkat visszaszerezze. Ez a nap, amikor az ég és a föld összeér, legyen mindnyájunk újjászületésének ünnepe is, mondta beszéde végén a főpásztor.